Szeretettel köszöntöm kedves nézőnket, és ugyancsak sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeimet, Nagy Enikő művésznőt és Jancsik Csaba művészurat, akik egy közös előadás apropójából vannak itt. Méghozzá egy olyan előadás, ami miatt egy kicsit aggódtam is, hogy mennyit ismernek a kedves nézők ebből, hiszen egy világhírű darabról van szó, de mégis Magyarországon elég kevéssé ismerik. A címe az, hogy a három magas nő. Az íróját azt mindig félek kimondani, de most kimondom, és aztán a Csaba mindig kijavít. Edward Albee az Olby. Olby. Ezek szerint itt elakadtam. De a címét azt jól mondtam, ugye? A cím az tökéletes volt. Egyébként meg a nevek kimondásával kapcsolatban tudjuk, hogy valamikor hagyományok is vannak, és ugye ahogy megszoktunk valamit, hogy mondják, úgy mondjuk, aztán nem biztos, hogy mindig az a helyes kiejtés. Hónapokkal ezelőtt beszélgettünk, és akkor szomorúan mondtad, hogy nem kapjátok meg a játszási jogát ennek, akkor ezek szerint ezt nem volt olyan egyszerű megszerezni. Hogy sikerült mégis? A jogi örökösök től függ tulajdonképpen, ugye, hogy a darabot bemutathatjuk-e vagy sem. Na most ez egy nagyon érdekes téma, bár száraznak tűnik, de nem az. Ugye Olby meghalt 2016-ban. És ugye azóta a jogi örökösei rendelkeznek a darab fölött. A három magas nő című darabról van szó, igen. De ugyanaz az úr alkotta ezt, aki a Nem félünk a farkastól című világhírű darabot, aminek a filmje az is szintén világsiker volt. Így van. Tehát egy világsikerhez próbáljuk segíteni egy másik darabját Olbynak. Igen, egyébként három Pulitzer díjat kapott életében, és az egyiket a három magas nőért kapta. Ez is úgy kevésbé ismert itt Magyarországon, de ez is tény. Ugye a jogvédő felé be kell ugye adni a kérvényt, hogy szeretnénk a darabot előadni. Na most a jogi örökösök azok nagyon sokfélék. Tehát van, amikor azt mondják, hogy kérem, csináljanak, amit akarnak, kifizetik a jogdíjat, és kész. Nyilván ők ezt jóhiszeműen teszik, hiszen őrizni akarják a szerzőnek a műveit, és hát ugye azért néhány elrugaszkodott rendezést időnként, ha megnéznek, akkor lehet, hogy megriadnak. És akkor tehát, hogy a darab szellemisége? Az a darab szellemiségét, hogy megőrizzék, így van. Tehát tulajdonképpen nem is bántok én senkit, mert ők nem akarnak rosszat. De ugye a művészi szabadság az egy másik kérdés. Hát ha elolvasok egy darabot, arról eszembe jut egy koncepció. Én szeretném azt megvalósítani. Az nem biztos, hogy egyezik a jogi örökösöknek az elképzeléseivel. És ugye ilyenkor elkezdődik egy levelezés, mi is írunk valamit, ők is válaszolnak valamit, és akkor megpróbálunk egyességre jutni. És ez volt, amiről beszélsz, hogy gondok voltak vele, hogy ők bizonyos koncepcionális helyzeteket nem fogadtak el. Én egy teljesen kortalan térbe akartam, vagy szimbolikus inkább mondjuk így térbe szerettem volna tenni az egészet. Ők nagyon ragaszkodtak hozzá, hogy a polgári millió, a polgári háttér meglegyen. Például ebben ki kellett egyeznünk, és ezeket ugye át kellett koncepcionálni, hogy az se vesszen el, amit én szeretnék mondani, de ugyanakkor látványvilágában megjelenjen az, amit a jogi örökösök szeretnének. És aztán hosszas levelezések után ez sikerült, hál' Istennek, és így be tudtuk mutatni. Ismerjük el, hogy ez tulajdonképpen nem a te érdemed, hanem ez a Nagy Enikő művésznő érdeme, aki civilben ugye a kedves feleséged, mert Enikő találta meg először ezt a darabot. Van, amikor ugye darabhoz keresnek színészeket, és van, amikor a színészek keresnek maguknak darabot, és ebben a helyzetben ez volt a tény, hogy mi szerettünk volna így hárman együtt dolgozni. Tehát a Hegyi Barbara, a Marjai Virág és én. Mi pár évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, és nagyon jóban vagyunk mind a hárman, és nagyon szerettünk volna újra együtt dolgozni. És sok beszélgetés, agyalás, gondolkodás eredménye lett ez a darab, ami most megszületett, és úgy találtuk. Egyébként nekem jutott eszembe azért, mert én ezt láttam a Budapesti Kamara Színházban ezt a darabot, ahol például a Barbara szerepét Psota Irén játszotta. És még egy helyen, még egyszer játszották itt Magyarországon, a Sanyi és Aranka Színházban pedig Tímár Éva játszotta például a Barbara szerepét. Mondtátok, hogy ne nagyon-nagyon áruljuk el a darabnak a
cselekményét, de azért egy kicsit-kicsit elárulom, hogy ugye arról az öreg hölgyről van szó, akinek a haldoklása körül folyik ez a történet tulajdonképpen. Igen, hát szóval úgy izgalmas, hogy az első részben tulajdonképpen van egy lineáris történet. Ott van egy alaphelyzet, hogy van egy idős nő, akinek van egy ápolónője, akihez megérkezik egy banki tisztviselő, aki intézné az ő gazdasági ügyeit. Ez egy nagyon gazdag nő, ugye igen, nagyon gazdag nő, akinek gazdag. Milliói vannak igen. dollárban, és ez az ügyvéd, vagy az ügyvédjének igen. próbálja, a partnere, igen, ezt az akik komolyan ezzel a igen, vagyonnal foglalkoznak. És akkor ugye ebben a részben elhangoznak az idős nőtől történetek az ő életéből, amik most az első részben csak úgy vannak ezek a történetek, és aztán a második részben van egy váratlan fordulat, amiben megvilágosodnak ezek a történetek, és egy megvilágosodik az is, hogy ez a három nő kicsoda tulajdonképpen. És itt próbáljuk meg nem lelőni úgymond a poént idézőjelesen, de ez a helyzet, hogy ott a második részben így visszamenőleg jön rá a néző, hogy ja, ezt ezért mondta, ja, ezt azért mondta. Már egy kicsit szürreálissá válik a történet. A Csaba rendező úr, ugye Jancsik Csaba, ő meg azt is használta, hogy abszurd egy kicsit, úgyhogy egy rendezői magyarázatot azért ezt kérünk, hogy láttad te ezt? Hát úgy, hogy szürreális, abszurd és realista. Tehát, hogy azért, mert eljutok a realizmusig, ugyanis amikor először olvasod, vagy látsz belőle részletet, ugye, akkor kicsit abszurdnak tűnik. De aztán, ahogy megvilágosodik az ember, hogy miről is van szó, akkor tudjuk, hogy ezek reális élethelyzetek. Legalábbis, amit most az első részről, amiről beszélgetünk, ugye, az kifejezetten reális élethelyzet, bármelyik családban előfordulhat. Ugye ez a hölgy egy kicsit demens, és ezért emlékezett, kihagyása van, kapkod. Körülbelül 90 éves, ugye? Hát olyan 80-90 körül, igen. És ugye ő ami éppen eszébe jut, azt mondja, miközben az ápolónő, meg a fiatal hölgy, aki jött az ügyeit intézni, jogi képviselő, igen, vagyonát gondozzák, és ők szeretnék a dolgukat végre, vagy végzik a dolgukat, vagy hogy mondjam, de hát ugye az öreg hölgy, ahogy csapong, mindig ezzel akadályozza azt, hogy megtörténjen az, hogy aláírjunk egy számlát, mondjuk egy papírt, amit alá kell írni, és ugye a szegény hölgy ott átcsorog egy mappával, és próbál intézkedni, de nem tud, mert a hölgynek mindig eszébe jut valami, és ugye mindig az életéből valamit előad, amik olyan foszlányok, és nem nagyon akarnak összeállni, de aztán ugye egy idő után rájövünk, hogy mit miért mondott, és ezek a foszlányok összeállnak egy teljes képé, és egy embernek az egész életét végig mutatják. De azért azt mondjuk el, mert itt mondtátok, hogy minél több titkot adjunk meg a nézőknek, hogy ezt a 90-es hölgyet, akivel kezdődik a darab, ugye, tehát a 90-es hölgy, az a Hegyi Barbara, vagy a 85 éves. 81 éves pontosan. Igen, a darab. Elhangzik a darab, legalább 81 éves vagy. De mindegy, a lényeg az ugye, hogy három különböző korú hölgyről van szó. Igen, védelmemre mondom, hogy úgy volt maszkírozva a Barbara, hogy 90-nek is lehetett volna mondani. Fantasztikus volt, ahogy vállalta ezt. Ezt nem nehéz elérni egy ilyen kifejezetten szép és ilyen primadonnás színésznőnél, hogy akkor legyél te most egy ilyen alig mozgó. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó színész. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó színésznek ez egy óriási kihívás. Tehát nem volt nehéz, mert ő még koránál fogva nem kaphatná meg ezt a szerepet. Viszont abban a koncepcióban, amit én kitaláltam, majd a kedves nézők, ha eljönnek, meglátják, abban a koncepcióban ugye pontosan ez a truváj, hogy egy középkorú színésznő egyszer csak átváltozik egy nagyon öreg hölgyé. És ezt jól megcsinálni, azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás. Ezért nem volt nehéz. Az nagyon érdekes egyébként, hogy ez végül is egy hétköznapi helyzet, hogy egy ápolónő, gondolom, hogy ti nálatok is volt ilyen a családban, nálam is volt ilyen a családban sajnos, hogy ugye rá volt bízva egy ápolónőre a nagymamám, stb. Most nem kezdünk el itten személyeket felsorolni, de a lényeg az, hogy az is már egy érdekes helyzet, amikor valaki
ki egy olyan emberrel, aki azért van ott, hogy őt segítse, hogy ő neki a idézőben a keze alá dolgozzon, abszolút függésben van ettől az embertől, akit most ugye az Enikő alakít, és fantasztikus az Enikőnek is ez az ápolónős játék, ez az egyszerre lázadó és egyszerre jószívű odaadó ápolónéni. Én megküzdöttem, megmondom őszintén ezzel a szereppel, nagyon érdekes volt, hogy nem igazán ez volt az elképzelésem, és aztán ahogy a próbákban haladtunk előre, valahogy kialakult, hogy ez én nem jót gondolok, vagy nem jó úton járok, és akkor valahogy együtt úgy megszültük, és egy ilyen közös munka eredménye lett ez a figura, mert nem igazán ezt gondoltam róla. Így magánemberként nagyon jó összhangban vagytok, és akkor, amikor a Csaba, mert ugye ezt akkor nem győzöm ismételni, hogy ezt Jancsik Csaba rendezte most ezt a darabot, te találtad a darabot, úgyhogy neked is már az elején részed volt a dolog életre keltésében, hogy amikor a Csaba rendez, akkor a Csabának a hozzáállása, meg neked az ő hozzáállása, az mennyire módosul esetleg? Nyilván a többieket is meg kell kérdezni, mi megpróbálunk nem férj és feleség lenni olyankor, hanem színésznő és rendező. De én elég vehemens vagyok én is, pedig nem gondolják rólam, és van, amikor nem tudom visszafogni magamat, és akkor egy kicsit elszabadulnak az indulatok. És akkor, jelent, hogy felemeled hát az, a hogy hangod? Igen, hogy én felemelem a hangom, és azt mondom, hogy nem így szeretném csinálni, vagy úgy szeretném csinálni, vagy miért ezt kéred, és akkor egy kicsit ott parázslik a levegő. Ha mi ketten vagyunk, akkor ugye nem számít, de azért, hogyha ott vannak a többiek is, akkor nem biztos, hogy ezt ők jól veszik, vagy ez úgy jól jön ki, és akkor olyankor mindig el is szégyelem magam, hogy nem kellene ilyen helyzetbe hozni a többieket, de ilyenek vagyunk, ilyen olaszosak, és akkor így csattanunk, és de egyébként próbáljuk azért úgy, ezt nem mindennapossá tenni, hanem akkor úgy, hogy a színésznő és a rendező is nem férj és feleség. Közben nézem a Csaba ilyen elmeregő tekintetét, hogy hát ha ez kereszt, akkor szívesen cipeled, de mi a valóság ilyenkor, hogy ugye neked rendezőnek kell lenned, és rendezésben ugye neked valamiféle preszt is kell. A rendező az többféle, ugye ez mindenki másképp rendez. Én nem nagyon rendezek úgy, hogy nincs határozott koncepcióm. Tehát ugye vannak rendezők, akik elmondják, hogy nagyon szívesen várják az ötleteket, nem tudom, én nem vagyok ilyen, én nekem már megvannak az ötleteim, amikor rendezek, akkor már tudom, hogy mit akarok. Az egy más kérdés, hogy a színész mond egy nagyon jót, akkor azt beépítjük, persze, de alapvetően tudom, hogy mit szeretnék, és hát így nem vagyok gyengekezű, tehát jól tudunk dolgozni, ők el szokták fogadni. Szerintem a rendezésnél az egyik legfontosabb dolog, hogy a rendezőnek jóval hamarabb a darab olvasópróbája előtt már nagyon kell tudni, hogy mit akar, és akkor a színészek elfogadják, mert akkor látják, hogy felkészült, és tudja az irányt. Aztán, ha valamiben vita támad, akkor előfordul, hogy a színésznek van igaza, én ezt aláírom, van ilyen, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor nézzük meg ezt, és építsük bele. De amikor az Enikő felcsattan, akkor utána azt a helyzetet hogy simítjátok hát el? Hát akkor én is felcsattanok. Mert a rendező az azért van, hogy végül is a produkcióért ő a felelős. Tehát valakinek ki kell mondani az utolsó szót. Tehát ez ugyanaz, mint ha van három jó ötlet, igen. Ugyanabban a mondatban nem lehet három jó ötletet megvalósítani, csak egyet. Na most azt végén úgyis én döntöm. Én mindent hagyok, amikor azon a sinen haladnak, amit szeretnék látni. Ha úgy érzem, hogy eltérünk attól a mondani valótól, vagy annak a megfogalmazásától, akkor szólok. Sok mindent elolvastam róla előtte, és elcsodálkoztam, hogy micsoda teljes egész varázslattá tudott ez átalakulni. Hát az ember sose elégedett, mindig kicsi dolgokat lát, amit másképp is meg lehetne csinálni. Legyen már ezzel elégedett. Elégedett vagyok persze, csak azt mondom, hogy a színház az egy élő dolog, tehát ha nézem, akkor azt mondom, hogy azt még tudnám próbálni, vagy azt még, tehát még egy picit ezen lehet javítani. Attól függetlenül ezek a dolgok teljesen jól működtek a premiéren, persze én ezt elfogadom, de apró dolgokat látok, amit lehetne javítani, de szerintem ezt minden rendező ezt mondaná, mert
én azért a 30-valahány éve a pályán színészként, én ezt megtapasztaltam, hát nagyon sok rendező van, aki a felújító próbákon átrendezi a darabját. Elkezdi nézni, azt mondja, nem tetszik, azt mégis csináljátok úgy. Hát persze, mert az embernek, meg ugye az ember fejlődik, folyamatosan fejlődik, akkor hirtelen már mást gondol esetleg ugyanarról a dologról, és akkor kicsit megfogalmazza már, hogy átfogalmazza. Egy ilyenfajta kicsit elvon darabra, most amellett ugye, hogy barátnőkről van szó, nehéz volt rávenni akár a Marjai Virágot, akár pedig a Hegyi Barbarát? Nem, mert ez egy nagyon igényes darab. Tehát azért az előbb nem ejtettünk arról szót, hogy ugye beszéltünk arról, hogy ők hárman nagyon jóban vannak, és szerettek volna egy darabot csinálni. De azért ennek igencsak sok nehézsége van. Mert azért, ha belegondolunk, nem nagyon írnak olyat, hogy három nő van a darabban. Uh-huh. Nem kettő, nem négy, sajnos nincs vele férfi. Három magas. De három, tehát igen, tehát ez egy nagy kihívás volt, hogy ők hogy játszanak hárman, úgy, hogy senki ne legyen unterman, mert ez is nagyon fontos. Hát azok a szerepek egyenrangúak legyenek. Igen. Tehát ezt csak ki akartam hangsúlyozni, hogy óriási találkozás volt, hogy létezik egy ilyen színdarab, amiben van három egyenrangú, nagyon jó női szerep. Na most ez az egyik. Ugye a másik, hogy maga a színvonal. Mert ugye, ha összejön három jó színésznő, és valami gyenge irományt próbálunk megcsinálni, akkor az nem működik. És hogy ez még Edward Albee-tól származzon egy ilyen fantasztikus írás, hát ez nagyon nagy boldogsággal töltött el minket. Ki a műfordító, még azt mondjátok el? Prekop Gabriella. A Prekop Gabriellától a Lökös Ildikó dramaturg szerezte meg ezt a darabot, mert az sem volt könnyű például megszerezni a darabot magát. Tehát akkor ez egy ilyen összművészeti munka. Ez most itt nagyon összművészeti. Ez fantasztikus lehetőség nektek is, tehát a Marjai Virágnak és neked is. Barbarának pedig egy ilyen egészen fantasztikus jutalomjáték, hiszen neki kell a legjobban átalakulnia. Én nekem most itt fegyelmezzem kell magam, de végül is vannak olyan csodák ebben a darabban, amit hát valamilyen módon érzékeltetni kell a kedves közönséggel, akik ezt a beszélgetést nézik. Tehát ugye, hogy mert mondjuk itt, hogy ez egy elvon dolog, meg hogy abszurd, meg hogy szürreális, tehát hogy itt végül is a második részben teljesen más szereplő gárda ugyanez a három nő, mert hiszen önmaga háromszorozódik meg, és ezért is ez a három magas nő, ugye ez tulajdonképpen ez egy magas nő, azt meséli, hogy ő milyen magas volt. És azt a titkot azt kéne, hogy elárult, mert ez a három magas hölgy, tehát ezek a hölgyek, ez a három művésznő, ezek olyan látszott, hogy szeretettel és odaadással tették magukévá ezt a darabot, hogy ez valami egészen irigyésre méltó. Beszélgettünk a próba folyamat közben, és olyan érdekes volt, hogy mind a hármunknak személyes érintettsége is volt a darabban, vagy van. Tehát amikor a betegségekről beszélünk, vagy bizonyos élethelyzetekről, anya-fia kapcsolatról, akkor mind a hármunkat valami más érintett meg, vagy valami más volt az életünkből, ami szinkronban volt a darabbal, és így még egy ilyen személyes érintettség is volt benne mind a hármunk részéről, talán még ez is közrejátszhat abban, hogy ezt így magunkévá tudtuk tenni. Úgy alakult, hogy ide a közepére egy virágot teszünk, egy virágot tehetünk, úgyhogy egy virággal lepjük meg magunkat. Marjai Virág, aki nem csak név szerint, hanem egyébként is olyan, mint egy virág lenne. Lélekben mindenképpen. Jó messziről jöttél már, mint hogy így a magyarországi távlatokat tekintve. Egy olyan helységből, aminek a nevét sokan talán még nem is ismerik. Így van. Ez a kicsi falucska, ez egy zsákfalucska, bizonyos Kisbodak. Ez a sziget közben található, Moson-Magyaróvár közelében. De Magyarország. Nem? Igen, Magyarország. Csodálatos hely, tehát természeti adottságait tekintve tényleg varázslatos hely. Édesanyád az pedagógus volt, és akkor te azért elég ilyen kultúrközelben nevelkedtél, ahogy azt mondani szokás, ugye? Igen, tulajdonképpen mondhatni ezt. Ráadásul a művészetek szeretete, nevezetesen első körben a versmondás, az tőle indult.
Tehát ő is annak idején végtelenül képességesnek bizonyult. Nagyon szerette is a verseket, és ez valahogy így az anyatejjel átplántálódott belém is. Most annak idején, amikor ott rohangáltál az iskola udvarán, mondjuk ötödikes voltál, vagy hatodikos, akkor valaki azt mondja, hogy te majd egyszer fővárosi művésznőként, fővárosi színházakban, sikeres előadásokban fontos szerepeket játszol, akkor azzal kiegyeztél volna? El is hittem volna neki. El is hittem Persze. volna? Persze. Öntudat? Azért hittem volna el, mert ugyanaztán az élet kicsit megbonyolította ezt, tehát ez nem volt egy egyenes út, de én akkor egészen biztos voltam, meggyőződésem volt, hogy hát mi más lehetek én majdan, mint sem színésznő. Tehát én 9 éves koromban ezt a fejembe vettem, rendíthetetlenül hittem ebben. Az egy más kérdés, hogy vajon ez hogyan jött az én fejembe, hiszen, ahogy említettem, egy kicsi zsákfaluból nagyon ritkán jutottam el történetesen a Győri Színházba, mondjuk mikor már középiskolás voltam, volt bérletem, de hogy nem arról van szó, hogy én a színházban töltöttem az életemet, vagy a mindennapjaimat, tehát ez egy egészen furcsa dolog, hogy ez hogy ötlött fel bennem, de hát felötlött. Az például, hogy német szakra felvettek téged, német tanárszakra ugye az ELTE-re, ami akkor ez a legelitebb német tanárszak volt Magyarországon, azért azt nem tartom semminek, szóval ez egy nagyon, nagyon nagy siker. Mondtad, hogy tulajdonképpen az egy kompromisszum volt. Hogy? Abszolút. Én ennek semmiféle jelentőséget nem tulajdonítottam. Ugye kétanyelvű gimnáziumba jártam, 6 osztályosba, tehát 7. osztálytól fogva. Nyilván az első és legfontosabb cél az a Színház és Filmművészeti Egyetem volt. Egyszerűen be akartam biztosítani magamat, hogy Budapestre kerülhessek és színházat láthassak. Ha ne adj Isten nem vesznek fel, gondoltam én akkor. Hát aztán harmadjára vettek föl, ezt én akkor még nem is sejtettem. De ezt a vizsgáidon nem mondtad, hogy csak azért jársz ide az ELTE-re, hogy láthass el színházi előadásokat. Nem, de semmiféle elhivatottság nem volt bennem, és soha nem vágytam arra, hogy én német tanárnő legyek. Mi több, egy évet jártam oda valóságszerűen, mert a második évem, amikor papíron még oda jártam, akkor felvettek, és egy évig látogattam, az akkori Nemzeti Színház, most már Pesti Magyar Színház színi akadémiára, tehát egy évet ott elvégeztem, és utána jött a színművészeti. De hát ő muszáj volt nekem bebiztosítani a kollégiumi lakhatásomat, stb. Tehát ez egy mankó volt, ha úgy tetszik, hogy én itt legyek Budapesten, és valahogy a színház közelébe zsizsekessek. Na most azért, hogy félreértés ne essék, és a kedves nézők nem értik félre, te azért vagy itt, mert a 3 magas nő című darabnak az egyik szerepét, az egyharmadnyi szerepét játszott, tehát te vagy az egyik magas nő idézőjelben, vagy nem idézőjelben. És hát sokat beszélgettünk rólad egyébként itt a Csabával és Enikővel, és hát nagyon sokat dicsértek téged. Ó, köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos állomása most már a színházi pályádnak. Megdobbant-e a szívet, hogy most végül is a Hegyi Barbarával, meg a Nagy Enikővel itten óriási dolgot produkáltok? Ugye én ismertem őket már korábbról, Enikőt régebb óta, de Barbarát is. Éppen ezért ez nagyon jól jött, vagy ez egy kiváló találkozás volt, hogy ismertük egymást, de valahogy nagyon összehozott minket, úgy gondolom ez a munka még inkább, és külön jót tett a produkciónak, hogy személyes emberi nexusunk is van egymással. Tehát ez szerintem egy külön adomány volt, hogy nem ismeretlen kolléganők kerültek bele, vagy egymás számára ismeretlenek, hanem akik között van azért kapcsolat, és ez külön erénye szerintem a darabnak. Van a beszédmódodban egy ilyen nagyon érdekes, egy kicsit olyan tudományosos, vagy egy kicsit olyan magyarázós, ami nagyon kedves, de ami érdekes, hogy a darabban is használod ezt a fajta tónus néha, és nagyon, nagyon sajátoddá teszi ezeket a szerepeket, amiket te eljátszol. Érdekes, ezt még soha nem mondta senki, mert ugye én nem veszem észre, tehát ez nem egy tudatos
dolog. Már biztos belőlem fakad, vagy ez az én önazonosságom egyik pillére ezek szerint. Hát igen, és amikor így privát beszélgetsz, akkor is egyfajta játékosság van benne. Tehát ilyen kedvesen, kellemesen beszélsz, de most nem dicsérlek téged tovább, mert aztán itt megjelenik a glória a fejed fölött, és akkor lehet, hogy fényben az már nem lesz jó nekünk. Milyen szerepekre gyorsan emlékszel szívesen egy mondatban még, és akkor utána beszélgessünk azért a három magas hölgyről? Nehéz kiemelni. Ugye ez a 17. évem ezen a pályán, akárhogy is számolom. Egy 20 éves lánynak egy nagyon szép teljesítmény, igen. Ugye 2005-ben, hát most jó szám, 2005-ben végeztem a Színház és Filmművészetet. Igen, hát akkor 17 akárhogy szép. Így. Egyetemen, igen. Igen. Volt nagyon sok számomra szívemnek kedves, illetve az én pályámat tekintve fontos állomást. Nehéz kiemelnem, és nem is akarok talán. De például ez a ominózus három magas nő is egy ilyen nagyon kedves munka számomra. Egy amerikai darab, ez a három magas nő, ugye? Amerikában van egy olyan, hogy menedzselik a színészeket. Igen. És itt pedig én olykor összetalálkozom ilyen fiatal emberekkel, fiatal srácokkal, lányokkal, akik teljesen maguk kell, hogy intézzik az ő arculatuknak a promotálását, az ő kapcsolati rendszerüknek az ápolását, fejlesztését, milyen tudományos szavakat használok. Szóval te hogy érzed, hogy egy ilyen kezdő olyan színésznő, aki bármit el tudna játszani, mennyire vagy magadra utalva, és mennyire függ a te karriered attól, hogy te mennyire vagy egyébként ügyes, meg jó tárgyaló partner, meg hasonló? Szerintem végtelenül összefügg ez a kettő. Nagyon nehéz az, hogy aki egy más típusú, vagy más attitűddel bíró ember, akár mondjuk én kevéssé vagyok egy önmenedzselő típus. Tehát valahogy belőlem ez hiányzik. Sajnálatos módon, mert jelen pillanatban, tehát így a 21. században ez végtelenül fontos. Mint ahogy gondolom én, hogy más szakmákban is. Mivel nem nagyon van keletje nálunk ennek a menedzsert alkalmazom, szóval ilyen nem annyira van Magyarországon, vagy kevéssé, ezért nagyon ügyes, ez egy jó szó, ügyesnek kell, vagy kéne lenni, és mert hogy nem magától értetődő. Szerintem az sem magától értetődő, hogy az embert foglalkoztatják, hogy adódik lehetősége, munkája, stb. Iszonyú sok szerencse is kell, de úgy meg kéne mutatkozni sok helyen, vagy úgy olyan tudatosan kéne ezt csinálni. Én mondjuk erre kevéssé vagyok tényleg alkalmas, mert hát valahogy hiányzik belőlem ez a önpromótálás. Na most, hogyha azt mondják egy ifjú színésznőnek, hogy egy fontos szerepet kap, egy harmadi fontos szerepet kap egy világsikerű darabban, egy világsikerű írónak egy világsikerű darabjában, akkor ami tulajdonképpen Magyarországon nem nagyon ismerünk, akkor neked milyen a lelkesedésed ehhez? Tehát milyen volt a lelkesedésed, amikor itt a Csabáékkal megbeszéltétek, hogy akkor te az egyik leszel a három magas nőből? Én nekem nagy volt a lelkesedésem, szóval én nagyon boldog voltam, annál is inkább, hogy velük, hogy ebben a felállásban hoztuk ezt létre, hogy ugye az Árcintér ezt a saját produkciójának tekinti, illetve hát felkarolta, és az ő színeikben játsszuk. Igen, és hát ők a művészet támogatásával foglalkoznak. Így tehát van. Ők tényleg az angolban, ugye németben nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy az értékes művészet, azt is szokták használni erre a művészeti ágra. Tehát ugye van a commerce, és van az értékes művészet, igen, ezt a szót használják, szóval, hogy ez azért kockázatos is tulajdonképpen ez a vállalás, de én úgy látom, hogy ez most nagyon, nagyon be fog jönni nektek. Igen, és én is remélem, ők ugye az említett Árcintér sok előadást létrehoztak már, ez egy ilyen produkciós iroda, vagy hogy is mondjam ezt, mert két ember kitalált, hogy létrehoz egy ilyen
társulást, és ők önálló produkciókat hoznak létre, így ugye mi is az ő gyermekei vagyunk, ha úgy tetszik. Ez egy nagyon-nagyon jó találkozás volt, mert egy rendkívül inspiratív közeg, amit ők létrehoznak. Az, hogy a Csaba, Enikő és Barbara felállásában én, mint negyedik alkotótárs részt vehetek, ez megint csak egy nagyon klassz dolog, mert azt gondolom, hogy nagyon, számomra legalábbis nagyon fontos, hogy milyen közegben dolgozom, illetve kikkel. Tehát ha jóféle, már számomra jóféle emberekkel sodor össze az élet, ott igazán érvényeset tudok létrehozni, vagy úgy a kedvem is sokkal nagyobb az alkotáshoz, mert a klassz emberek, azok nekem nagyon fontosak. Tehát, most itt nagyon kedvesen megdicsérted őket, de akkor menjünk végig a névsoron, jó? Amilyen sorrendben akarod, ugye? Tehát van a Barbara, Egyi Barbara, ugye? Igen. Van az Enikő, és van a Csaba. Igen. A három korosztályt jelenít meg a darab, az idős, az egyes számú, a középkorú kettes számú, és a fiatal, a hármas számú, ez volnék magam. Ugye Jantyi Csaba rendezte az előadást, és az Árt színtért pedig Fekete Mária és Ernhardt Attila működteti, nagyon professzionális és dicséretes módon. Elsősorban, mint kihívás, az jut eszembe, hogy nem sztereotíp módon nyúltunk ehhez a darabhoz, olyan értelemben, hogy az idős szerepet sem egy valóságosan idős színésznő játsza, mint ahogy a fiatal szerepet sem egy nagyon fiatal színésznő, hanem kicsit játszottunk ezekkel a korokkal. Tehát tulajdonképpen egyetlen egy, ugye az Enikő a saját kora egyedül, mi a Barbarával nem. De ez nem is volt egy idő után. Én egy picit aggodalmaskodtam ezen már a magam részéről, de egy idő után teljesen mindegy volt. Tehát nem számított, hogy ki hány éves az életben, mert az élethez való hozzáállás megjelenítése, illetve a korosztálynak megfelelő hozzáállás sokkal izgalmasabb volt, mint sem, hogy az életben ki hány éves. Na de akkor most, ha hajlandó vagy erre a névsorolvasásra, akkor légy szíves, a másik három alkotótársadról mondjál nekem néhány mondatot, hogy milyen volt velük dolgozni, mi volt az, amit kaptál, adtál tőlük. Én azt gondolom, hogy azért tudtunk mi jól működni így hárman, a három magas nő együtt, mert sok közös van bennünk már, mint privát ember. És ezáltal, amikor emberek között van valamiféle privát kapocs, tapasztalataim alapján sokkal érvényesebben tudnak a színpadon együtt létezni. Valahogy ez látszik, vagy érezhető. A munkafolyamat alatt is. Tehát értettük egymást, tehát mindenféle köntörfalazás vagy körmondatok alkalmazása nélkül rá tudtunk érezni a másikra, és ez nagyon, nagyon sokat ad szerintem a produkció minőségéhez, minden esetben, és itt ez kézzelfogható volt. Amikor belevágtunk, ugye többször itt a pandémia, meg minden más okán többször kellett leállnunk, akkor nagyon boldog voltam, amikor kaptuk a hírt, hogy akkor ez létre fog jönni, tehát ezzel dolgozunk, akkor nyilván bizonytalanságot okozott ez az egész járványhelyzet, hogy mi lesz, és hogy lesz, és mikor lesz a bemutató. De amikor a bemutatót megelőzően újra nekiálltunk, és gőzerővel dolgoztunk, akkor számomra elég hamar világossá lett az, hogy ez egy klassz előadás lesz. Tehát nagyon hamar állt a lábán. Persze finomítani kellett, meg dolgozni kellett még rajta, de azt olyan nagyon hamar kiderült, hogy ez egy működőképes előadás lesz is. Tehát szumma-szummáról mondhatjuk azt, hogy egy fontos állomásához érkezett a pályafutásod ezzel a szereppel, ugye? Igen, mert azok a munkák, amiket az ember szeret, vagy ami a szívügye, azok nagyon sokat tudnak adni, legalábbis az én működésemben ez így van, hogy azok meghatározóak tudnak lenni. Azt szeretném,
hogyha minél több olyan munkám lehetne, már úgy értem színészi munkám, ami szeretetteljes és békés közegben zajlik. Szeretetteljes és békés emberek között. Ez nagyon fontos lett nekem, és egyre fontosabb, mert vagy megértettem azt, hogy én igazán jól működni így tudok. Nagyon szeretetteljes embernek tartom az egyik televíziós hölgyet, aki nekem azt elárulta, hogy ő egy kis faluból származik, és azt higgyem el, hogy ő benne állandóan feljön ez a falusi lány. Benned feljön még ez, vagy pedig ennek semmi nyoma nincs már, hogy te egy kicsi faluból jöttél? Hát hogy ne volna nyoma? Szerintem azt az ember, szóval az a vérévé válik, az ott van. Tehát nyilván van olyan, aki próbálja ezt így eltusolni, azt nem tudom miért. Szerintem rettenetesen fontos annak a megélése, hogy az ember honnan jött. És mit hoz magával. Én ezt soha nem titkoltam, nemhogy nem szégyeltem, hanem hát az ember abból van, ahonnan jön. Tehát ez iszonyú meghatározó, hát persze. Azt szokták mondani, hogy régebben nem merek már ilyen városneveket mondani, hogyha valaki Békés Csabán eljátsza a leggeniálisabb János Vitézt, attól nem fogják megtudni. Tehát az kell, hogy ismerjék meg sokan. Most már szerencsére van tévé, tehát hogyha zseniális valaki Békés Csabán, akkor azt azért megtudják az országban. Viszont az, hogyha egy ilyen darab típus, tehát ugye ennek a műfaja nem könnyű. Tehát az abszurd nem könnyű, ugye a szürreális nem könnyű, az elvont az nem könnyű. Ennek több titka is van. Az egyik az a színészi játék. Ez egy nagyon fontos dolog, vagy hát a legfontosabb dolog, hogy ha három ilyen remek színésznő játsza és tudja ébren tartani a figyelmet, akkor a néző is azt gondolom, hogy érdeklődővé válik, hogy vajon mire megy ki a játék. De egyébként mielőtt még kardunkba dőlünk, azért annyira nem szürreális. Tehát a darabot azért választottam, mert ezt a darabot 20 évvel ezelőtt nem tudtam volna megrendezni, mert nem lett volna erről nekem ennyi mondani való. Most kerültünk abba a korba, amikor már nagyon öregek a szüleink, vagy valakinek már meg is halt a hozzátartozója, vagy valakinek nagyon beteg a hozzátartozója, tehát nagyon sok személyes érintettség is van benne, és ezáltal ezeket a kapcsolatrendszereket, tehát mondjuk az előbb ugye beszéltetek az Enikő figurájáról, hát ezeket ismerjük. Igen, most igen. Már mi, hogy hogyan jár a bejárónő, vagy az ápolónő a szüleinkhez, és segít, és nem tudom én mi, és ezek a kapcsolatok, ugye a darabban van egy sajátságos évődés a két ember között, akik ugye tulajdonképpen egy felfogadott személyzetként van ott ugye egy ápolónő, de azáltal, hogy ők a legszemélyesebb dolgaikat élik meg együtt, ezáltal az olyan kapcsolatot alakítanak ki egymással, mintha már rokonok lennének, és ugye játszanak egymással, piszkálják egymást. A szó szoros hát értelmében egy játék, és azt ne felejtsük el, hogy nagyon humoros helyzetek is megjelenhetek, és csak akartam mondani, hogy azért nem egy végig síros történetről van szó, ugye nagyon jól lehet időnként szórakozni azon, ahogy évődnek egymással. És egyébként amit az Enikő csinál már, mint a szerepében, hogy tehát nem hagyja azt, hogy ilyen haldokló nagy jeleneteket tartson a néni, akit ugye a Egyi Barbara alakít, hanem mondja, visszahozza őt, és ugyanúgy letolja, mint egy gyereket, vagy mint egy barátnőt, persze, vagy mint egy testvért, persze, vagy mint önmagát. Én úgy is akartam, ahogy a tapasztalatom adta ezt az egészet, hogy viselkednek ezekben a helyzetekben, azokat tettük színpadra. Most nekem Brozsek jutott eszembe, hogy hány ilyen szürreális, meg abszurd dolga van, amit
halálosan jól lehet élvezni, vagy legalábbis most a halálosan lehet, hogy a darab miatt jutott eszembe. Tehát, hogy nagyon-nagyon lehet élvezni, és nagyon humoros. Ugyanakkor annak ellenére, hogy ez ilyen kicsit morbid a dolog, ugye, hogy haldoklik valaki, és hát itt vannak olyan rendezői ötletek, amit itt mondtad, hogy hátrakötöd a sarkam, hogyha elmondod, de egészen fantasztikus ötlet van a második felvonásban. Még amellett, hogyha eláruljuk, hogy tulajdonképpen ez a három magas nő, ez szinte egy magas nő, de hogy változik azzá meg, hogy ez az egész történet miben, kiben és hogyan játszódik le, ez még egy külön találmány, de ezeket nem lövöm le, mert de nagyon nehezen tartom vissza magam. Azt akartam még elmondani, hogy mondjuk a három különböző kort. Hát az is zseniális a darabban, hogy ugye ezt tulajdonképpen bármelyik korosztály megnézheti. Mert nagyon érdekes mondjuk a generációs probléma, ugye, hogy egy fiatal nő ugyanarról a dologról hogy gondolkodik? Hogy gondolkodik ugyanarról a dologról egy középkorú, és hogy gondolkodik az élet végén járó öregasszony? Tehát ugye, ahogy jutunk előre az életünkbe, ahogy lépegetünk, és a különböző, az, hogy a sorsunk hogy alakul ki, és hogy mi nekünk van egy kitűzött célunk, aztán micsoda mellékvágányokra szaladunk, mert időnként nem az történik, amit szeretnénk. Igen, és hogy ugye, magam. 25 éves koromban, 50 évesen meg 80 évesen. Igen, szóval ez is egy különlegesen érdekes dolog, és az is egyébként egy remek ötlet, hogy voltak éppen nem ilyen gyerekkel, meg nagyon öreg asszonnyal játszottad, egyáltalán nem öreg asszonnyal, tehát hogy ilyen egykorú, tulajdonképpen három barátnő is lehetne. Ez egy küldetés is, tudjátok. Bízunk benne, mert az Art Szintér, aki fölvállalta ugye ezt a produkciót, ez ilyen minőségi történetekkel foglalkozik, és hát örülünk neki, hogy egyáltalán találtunk ilyen pártfogókat. Nagyon fontos része a dolognak, igen, hogy ugye most már megbeszéltünk mindent, hogy ki találta, hogy milyen nehéz volt, a jogi kérdés. Ha és nem beszéltünk arról, hogy valakinek ezt finanszírozni kell, van, akinek ezt létre kell hozni, ezt valahol be kell mutatni, valamilyen az anyagi hátterét ennek meg kell teremteni, és ugye ezt mind az Art Szintér től kaptuk meg, és emiatt különösen hálásak vagyunk. És hát azt gondolom, hogy a Betlentéri Színháznak a légköréhez ez a darab nagyon illeszkedik is. Én mindig csodálkozom egyébként ezeken a fajta előadásokon, amikor így karnyújtásnyira vannak a művészek, és először bejövök, és akkor mondom, mondom, ez olyan biztos ilyen kiábrándító lesz, hogy itt lesz a karnyújtásnyira, és közben abszolút elfelejtem, és ott vagyok, és elvarázsolódok. Drukkolok nektek a továbbiakban is. Köszönöm. De már a siker az már most megvan, én szerintem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megtiszteltetek, és köszönöm szépen a kedves nézők figyelmét is. Ez volt most a Párosan szép. Viszontlátásra!